Fálnak csapódott egy autó kistelek határában, a súlyos balesetben egy személy életét vesztette. Kiskun félegyháza felé haladt a kocsi az ötös úton, amikor egy balra ívelő kanyarban az út szélére sodródott, majd egy fának csapódott. Az autóból egy középkorú női utast a mentők emeltek ki, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A gépkocsit vezető középkorú férfi megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A kiérkező tűzoltók a járművet áramtalanították, egy ideig teljesen lezárták az ötös főút érintett szakaszát. Úgy tudjuk, egy vad is közre játszott a baleset körülményeiben.